Mint ahogy hallják, ismét lelátogattunk egy jó kis játékra. Lent vagyunk az csarnokban, lent a nagy sportcsarnokban, és a labda pattogásából önök már valamire gondolhattak, de téves a dolog, nem kosárlabda pattogást hallanak, hanem ha hiszik, hanem röplabda pattogást. És bizony egy kicsit visszamegyünk majd a múltban, mert a röplabdának Szolnokon nagyon nagy hagyománya volt, úgy 80-as, 90-es évek környékén, és egy olyan szimpatikus fiatal emberrel beszélgetek a következő jó 30 percben, aki bizony itt is kezdte a pályafutását, illetve töltött itt nagyon sok időt, Gulyás Ferenchez jövök. Szervusz, Ferikém! Köszönöm, hogy fogadsz itt bennünket. Hangra te meg tudod különböztetni a röplabdát és a kosárlabda pattogását? Mindenképpen. Sokkal könnyebb a labda, és ezáltal nincs az a erős csattanás, hanem egy lágyabb. Egy lágyabb. Képzeld el, megfogtam én is egy lasszit, csak a fiúk most már az összeset elvitték. Strandröplabdáztam, az baromi nehéz volt. Ez meg nekem olyan nagyon klassz kis könnyűnek tűnik valóban. Hát ebből alakult igazából a strandröplabda. Abból a szempontból nehezebb, hogy homokba játsszák és csak kettőn vannak, viszont sokkal lassabb. Ja, lassabb? Tehát itt ugye sokkal gyorsabb reakcióra kell, sokkal gyorsabb a játék maga, dinamikusabb. Tehát az egy teljesen más játék. Ugye én azt is csináltam, ugye ott is ugye országos bajnokként is szerepeltelik a strandröplabdában, 93-ban. Hanyas születésű vagy? Áruljuk el a nézőknek. Nem tudok, 68-as. 68-as. De tizet letagadott egy. A sport az egyébként konzervál? Én hát mondom, hogy igen. Egy gram fölösleg is. Nem, hát én még mindig folytatom, tehát én csinálom még ugyanúgy, ugye attól függetlenül, hát vagy beállok a gyerekekhez, de itt is ahhoz, hogy egy, én úgy gondolom, hogy egy jó edző mindenképpen egyrészt neked tudja mutatni, hogy kell csinálni. Másrészt pedig amúgy is magam miatt is karban tartani szeretném magamat. Harmadik részben még a szenior váltott is létezik ilyen, ugye a röplabda szövetségen belül, és most én még ott vagyok benne, ugye akik váltott játékosok vannak, voltak annak idején, vagy junior, vagy felnőtt váltottak, azokat összegyűjtik, és akkor ezekből ugye mi megyünk külföldre tornákra, tehát én még azok közül készülök. Ugye, amikor egy kis pihenőm van esetleg, akkor én még itt a fiúk közé is beállok, és akkor próbálok edzeni. Természetesen karban tartsam magam, de hát ugye nem ez a cél, hanem az a cél, hogy a röplabdát próbáljuk erősíteni, és akkor az... Beszélünk róluk, mert fantasztikus, de egyetlen egy, ahogy bejöttem ide a terembe, megfogta a szememet, hogy amikor a közvetítést nézem, hogy milyen magasan van fönt a háló, próbáltam oda benni, és meg is nézem, a fiúkat nem zavarom, a kedves nézőknek mutatom, hogy ugyan én 1,76 vagyok, de kb. Itt vagyok, hogy oda fölugorjak, hát mekkora emelkedés. Maga a hálónak a mérete az 200, a férfi vonalon, igen. 243. 2,43 m. Általában ugye itt is természetesen, mint a kosárban is, ugye a magas játékosokat szokták jobban részesíteni, ugye ez jobban szeretik a edzők, ha találunk 197-89 vagy éppen 2 méter fölötti játékos. De te is olyan 1,80 környékén. 1,85 vagy, igen. Viszont vannak olyan játékosok is, akik ezt a magasságot tudják pótolni. Azt pedig az ugrással, ugye vannak olyan játékosok, akik és világ legjobbjai között is vannak olyanok, akik 185-193 centi között vannak, viszont ott kell ugrani 1 méter 20, 1 méter 30, 1 méter, tehát ott azért... És ez majdnem helyből, ugye, mert amikor itt vagy, forog benne vagy, ugye hát nem lehet mi kicsik inkább egy rálépés, ugye? Igen, a nagyoknál ugye ott csak helyből szinte felugrik, és aha, majdnem ugyanolyan magasan van, mint én. Viszont ugye nekünk mi ebben pótoljuk, ugye, meg abban, hogy sokkal dinamikusabbak vagyunk, mint ők, sokkal közelebb vagyunk a talajhoz, jobb a mezőnymunkánk, jobb a nyitásfogadásunk. Aha. Tehát ez megvan mindennek az előnye és a hátránya. Kicsit készültem, mert ugye a kosárlabda az persze nagy Amerika, és nem gondoltam volna, hogy egy amerikai sporttanár találta föl valamikor 125 évvel pont ezelőtt. Pont akartam mondani, hogy igen, tehát mindenki tévesen, ugye mindenki egy kicsit inkább az oroszok felé. Igen. Tehát vagy kelet felé. Próbálnak, nem, ez Amerikából jött be Magyarországra, uh-huh, az első világháborúban. Hoppá! És az első világháború után volt az, amikor ugye, akkor ide jöttek ugye Amerikából, és akkor igen, itt elkezdték játszani, az oroszok, ugye európaiak ugye ezt megismerték, uh-huh, és akkor hát ugye annak idején ugye még Bulgária, Horvátország volt, ugye még ugye akkor egybe volt, oroszok. Most jársz meg csak az, hogy ilyen csendet, azt hittem, hogy téged várnak. Nem, nyújtanak a fiúk, mert ugye megmondjuk, volt egy kis labdásbelengítés, és most nyújtás van, ugye, mert ez is kell ahhoz, hogy képbe legyenek, idő kell ahhoz, hogy amíg bejönnek ide a terembe. Aha. Addig a fej is egy kicsit ide koncentráljon, mert ugye eddig lehet, hogy a csajokon meg a
nem tudom mi ment. Aha. Most ugye itt azért komoly munkát próbálunk folytatni, az meg kell az a, az a 10-15 perc, hogy ide átszellemüljenek egy kicsit, és akkor képbe legyenek, hogy mit szeretnénk. Hát valahogy a csarnok azért, mikor 3000 ember azért ordít, a röplabda méltó helyét, tudom, hogy itt a kosárlabda az elbit Szolnokon, nehéz, meg kell küzdenetek, és most már látom azért, hogy egyre több bejön neki röplabdára is. Érdekes, mert az eredmény azért hozza a nézőket. Aha. Ugye nem titok, 2017 előtt 60-80 nézőnk volt itt. 2017-ben sikerült egy kicsit egy támogató beállt mellénk, és egy sikerült egy jobb csapatot hozni, összeszedni, inkább így mondom, mert az a csapat, ugye beszéltünk már előtt egy pár percet erről, csak a Szolnok, tehát nekem az volt a célom, és most is jelenleg is ez a célom, hogy a szolnoki játékosokat próbáljuk itt megmutatni, és a szolnoki játékosoknak drukkoljanak a nézők. Tehát én ezt szeretném, hogy itt legyen anyuka, a nagypapa, aha, a nagymama, és akkor őket lássa, hogy hol tartanak ezek a fiúk, miért csinálják, hova dolgoznak. Persze nem mindig a röplabda a cél, hanem az, hogy itt is tanuljanak, és itt maradjanak ezek a játékosok, itt dolgozzunk együtt, akár több éven keresztül is. És a városnak egy megtisztelt, megbízható emberei legyenek ezek a fiatal fiúk, akik itt felnőnek. És abban az évben, 2011-ben semmi más nem történt. Akik addig elmentek innen a 5 éven keresztül röplabdások. Akit kineveltél. Akit kineveltünk, mert itt nem, igen, csak Mimei és Gabitól, Bondonyák és sok-sok játékos ugye itt megfordult, és rengeteget dolgoztunk velük. Őket visszahoztuk. És plusz ugye behoztam még, ugye a U21-es válogatottnak is voltam edzője 6 éven keresztül a Tomolci Tibivel, mint szövetségi alkalmazott, és ott még megismerkedtem a Krupán, én Tatabányáról származom, itt ugye Krupánszki Olivér, egy tatabányai fiút hoztam még ide, és egy föladót hoztam ide, a török Rolandot, aki kecskeméti, és a egyik támogatónknak ugye az volt a fő kérdés, hogy legyen egy brazil, aki ugye még Magyarországon nem volt. Miért pont brazil? A brazilok egyébként? Mert ott a Brazíliában van a világ legtöbb játékosa. Aha. Tehát ott olyan röpabda folyik, kultusz, hogy az kultusz van, hogy ami itt a foci. Igen. Az mellett, hogy ott van foci is, de ugyanúgy ott a röplabda mellette megvan párhuzamosan is nagyon jól. És akkor egy brazilt idehoztunk, és ebben tudtunk ugye 2017-ben ebben a társasággal, hogy 12 fiúból 9 szolnoki volt, és 3, így mondom, hogy idegen légiós, a többiek mint szolnoki nevelésű játékosok voltak. Én számomra ez volt az, ami igazából egy nívós dolog, mert ilyen még nem volt soha semmelyik. Hiába volt a Kaposvár is 15-ször magyar bajnok. Igen, mert tudott, az elődöntőben Kaposvár nyomtátok le. Itt először 3-0? Hát először 3-0 itt meg tudtuk őket verni, és utána ott pedig megvertük őket 3-1-re. Ez rájátszás volt már. Ez a rájátszás. Így jutottunk be a Magyar Kupa 4-es döntőjébe, aha, vagy a legjobb kettő közé, igen, és csak a pénzügyőr, aki most ugye pont a napokban lett bajnok, meg a Magyar Kupa bajnok, igen, ez a harmadik már neki, akkor őket vertük ki ott 3-1-re. Hoppa. Budapesten ott sikerült, és akkor így lettünk magyar bajnokok lenni. A kupagyőztesek. Lehet, jöhettek át ide, és akkor meg itt vagyunk. Jó, párosával melegítsünk be. Jó, úgyhogy hálóra majd rámenjünk, és akkor üssünk egy párat, jó? Csapat egyébként hány emberből áll most itt, kiket hát, látunk itt? Ezek a fiúk között vannak olyanok, és nincsenek NB1-be, mert próbáljuk össze, tehát ami a célunk lenni, ugye, amit mondtam, hogy a Szolnok a röplabdáról beszélünk. Igen. Nálunk a csapatban most jelenleg 4 felnőtt játékos van. És abból egy olyan, aki kívülálló, így mondom, zárójelben kívülálló, mert csapathoz tartozik, de ő pesti, Budapesti, őt évelején igazoltuk le, mert ő egy rutinosabb játékos, és a fiatalok mellé kell. Tehát a csapat életkora átlagosan 19 év. Tehát és ők NB1-be szereplünk ezekkel a fiatal fiúkkal. Na most ugye az a cél, és nekem ugye, így mondom, a sportcentrummal össze, vagy sportiskolával összefonódva a Bodonyi Ákoson keresztül, hogy ezek a fiatal fiúk, amikor eljön az az idő, amikor, ahogy tavaly is eljött, hogy egy országos döntőben, mert minden csapatunk minden évben a utánpótlás csapat, benn van a országos 6 legjobb között. Igen. Tehát országos bajnokokat bajnokságot nyernek, meg másodikak lesznek. És nekem ugye az a célunk, hogy ezek a fiúk NB1-ben nevelődnek, és amikor oda jutunk, hogy jön a országos döntő, akkor mögöttük van 30 NB1-es mérkőzés. Aha. Tehát így úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben tudnak a fiúk felkészülni a utánpótlás országos döntőre. Ez tavaly bebizonyosodott, mert 21-ben lettek másikak a fiúk, és U19-re pedig országos bajnokok lettek, tehát mindenkit megvertek, aki a országban létezett. Tehát azért mondom, hogy nekünk ez a célunk Ánkossal, meg ugye főleg az én meglátásom, hogy nekünk erre van szükségünk, nem arra, hogy kifizetjük a sok-sok pénzt a külföldieknek, hanem ez lenne, és ezáltal lesz majd
Ezáltal lesz majd válogatottunk is. Uh-huh. Magyar válogatottunk, mert így, ha sok külföldivel, nem mondom, hogy le legyen. Jó, tehát nálunk is, amikor ilyen volt ez a fiú, aki 2017-ben egy profi szemléletet adott a csapatnak. Tehát mindenképpen jó, ha tanulnak. Egy-kettő, uh-huh, azt mondom, hogy még jó, de az, hogy egy csapatban, ami most van, hat, ezt már kicsit soknak tartom, sőt, nagyon soknak, és nem is akarom. A pénzügyőrnél ott mennyi van? Ott is 5-6 játékos. A Kistexnél ott van 5 játékos, a Balcikánban ott van 4 játékos, a Kecskemétben 6 játékos. És ez a fiú vonal. A női vonalon van olyan csapat, ahol 8 külföldi van. Ebből igaz, hogy csak 5-en tudnak pályán lenni. Uh-huh. Csak ha valaki megsérül, akkor nem magyar vízbeli helyére, nem külföldi. Hát a fene tudja, tudod, ez mindig a nagyon nagy kérdés, és most már látom én is a fociba, a kosárlabdába, mindenbe. Nem akarunk elmenni erre. Nem akarunk, és nem akarunk elmenni. Becsületes dolog szerintem. Ez felé megyünk, inkább azt mondom, hogy most hülye hangzik és csúnya hangzik, főleg a támogatókkal szemben, mert meg nagyon nehéz támogatót találni. Hogy mindenki, de ott ők meg sikerorientált, hogy bajnokság, igen, nyerés, ami érthető, de én mindig úgy megyek a támogatók felé, hogy nekünk a szolnoki játékosok és a szolnoki gyerekek a fontosak, és abból akarunk egy jó csapatot csinálni, és ebből lesz majd jó dolgozó, jó tanuló, érett gondolkodású, megbízható ember. Tehát próbálok ez úgy felé menni, mert ezt látom a jövőképnek mindenképpen. Mondtad, hogy tatabányi vagy, de hát a fél életed, vagy több életed Szolnokhoz köt akkor. Hát ugye 19 évesen eljöttem katonának, Kecskemétre, és onnan igazoltam ide Szolnokra. Egyből ide. És akkor 89-ben leszereltem, és akkor jöttem ide augusztusában. Úgyhogy innen kezdtünk el. Család, feleség? Nekem egy leányzóm van, a feleségem az Tatabányára hozta magammal. Magammal természetesen ő is röplabdás volt, és a lányom is röplabdázik, mai napig is Szegedben játszik. Természetesen ő is már Szegedben játszik? Szegedben, szegedi lányi röplabda csapatban. Jó, meg sejtőszik NB2-ben. Igen, ugye a vejem az viszont kosaras, tehát ő meg a Kert Petronius Balázs, ugye ő a Szegedben játszik. Hát a hatalmas nevek tudod. Akkor azért, amikor összejöttök egy ilyen kis sport délutánon, akkor van miről mesélni. Van, igen. Hát ugye még bejön a ugye polgármester, ugye Budapesten a apuka, ugye ő is Gábor, ugye ő is ugye polgármester helyettes Budapesten, úgyhogy amikor elkezdünk itt sportolni, meg ő is kosárt van, meg ugye a Balázsnak is a testvére, ő is kosarazik, de Debrecenbe, úgyhogy itt akkor már megy a sport. Hát. Jó, tehát ez, jó, a gyakorlat, akkor... ez már egy rávezető gyakorlat igazából a röplabdára. Itt már van ütés, van védekezés, van feladás, és akkor majd lesz egy kis idő után már. Induljunk el! Hát ami a röplabdában, és ezeknél a gyerekeknél a probléma, az az, hogy nagyon, nagyon keveset beszélnek, nem kommunikálnak. Nem, igen? Nagyon, igen. Tehát, hát igen, mert ha beszélsz mellette, hozd enyém, mennyiért, tehát lehet egy csomó mindent, emeld meg, most nem vagyok, tehát egy csomó mindent lehet beszélni, és ezt nem csinálja, szép volt! És ezt nem csinálja, akkor leesik etőjük közé. Azt abba... viszont látom, mikor egy poént ütnek, akkor viszont nagy az egység. Mert vannak ilyen jelek, vagy amikor tudod, én közvetítésben nézem, igen, hogy egymást hergeli. Igen, van. Hát akkor tud egy kicsit fújni, ugye, amikor lepattant a labda, vagy nem tudjuk megfogni, vagy elpattant, akkor van egy kis idő. De természetesen itt ugye az a cél, hogy minél hamarabb betámadjuk az ellenfél oldalára, és nekünk meg kell oldani. Hogy alakult most a bajnokság? Ez a betegség tizedelt a csapatot? Vagy azért hát nekünk ez a lehető legrosszabb korja. Tehát ez az annyira lerendezte nekünk a bajnokságunkat, hogy amit ott dolgoztunk, amit felépítettünk igazából ezekkel a gyerekekkel egy év alatt, azt itt minden, teljesen tönkretett minden. Tehát a Covid után jött már ez ki. Igen, és ugye természetesen tesztelünk folyamatosan, főleg a betegség, vagy nehogy behozzanak egymás között valamit, vagy próbáljuk ezt egy kicsit. Szép! Tehát próbáljuk ezt... Jó, lehet odaütni és lehet blokkolni, jó, lehet sáncolni. Legyen sánc, jó? És a mai világban hogy választják ezt a sportot? Az imént beszéltünk, még nem forgott a kamera, hogy a röplabdát a gyerekek. Kosár, foci, vízilabda, röplabda. Érdekes, mert sok kosarasunk van,
akik kosarasok voltak, és sok olyan játékos van, aki jó kosarazott is, de valamiért úgy döntött, hogy mégsem. Eljött egy röplabda meccsre, eljött egy röplabda edzésre, itt volt köztünk, megérezte ennek az ízét, savaborsát. Nem véletlenül sem lenézve egyik sportágat sem. Ez a sportág nagyon-nagyon bonyolult. Nagyon kell koncentrálni, nagyon nehéz megtanítani, iszonyatos sok munka van benne. Természetesen minden más sportágban. De ez nem olyan, hogy elfutok egy fociba, és igen, akkor ott oda passzolom, vagy esetleg csinálok egy cselt. Nem, itt nagyon összetett a dolog, és nagyon-nagyon kemény munka. Az imént mondtad, hogy te már tudod, hogy mikor ott feladja, hogy hova fogja ütni, hogy hova tudsz menni, hol tudod fogni. Hát ez idő kell. Ő még nem tudja, ő még a labda után megy, én a labda elé megyek. Ez a kettő között a közösség, ami viszont 30 év. Akkor megtanítasz egy kis alkarintésre kezdjük, jó? Megtanítasz alkarinteni? Jó, neked óra van, maradhat, persze. Ügyes vagy, akkor nem számít, jó? Vagy ügyes vagyok, akkor nem számít. Fia, nulla kilométernél. Akkor egy kicsit alkarra rámegyünk, jó? Az alkarintés az, amikor innen vejsz, és akkor ide lássuk a kezedre, és innen te irányítod, ahova szeretnéd irányítani. Aha. Jó, ez az alkar. Lehet így is, de az inkább próbáljuk meg azt, hogy csak egyelőre majd. Mint a dobrám a labdát, te meg visszaütöd, jó? Tehát simán. Tehát alapállás során tesz, egy előre dőlünk, jó? És akkor várj, mert vannak valami ilyen. Azt tökéletesen csináltad. Ez így jó? Hát, mert véredben van. Hát mondtam én. Jó? Téredbe hajlítod. Igen. Halán tesz, jó? Előre dőlünk a váll elől. És akkor dobom neked a labdát, pedig alkarral, ebből a mozdulattal, amit mutattam, hogy neked visszaütöd, jó ide? És akkor így fölállsz és tolod. Jó? Te fölállod és tolod. Na mehet. Úgy van, nyugodtan, bátran emelj lábbal bele, és akkor följön magasra. Mert ugye ennek ez lenne a lényege, hogy ilyen... Úgy van. Rámegyünk a kosár érintése, jó? Kosár érintés? Persze, próbáljuk meg. Ez a ilyen fajta? Az a kosár érintés. Jó, ez... Ennyi. Hát ez ilyen... Ez nem bonyolult. Az a föladásnál, ez ugye? Ez a föladás kell, meg igen, amikor potyalabdát kell bejátszani, és egyszerűbb, könnyebb, mint innen. Hányfajta ütés egyébként? Ez az a kosár, meg és akkor ütés az van. Ütés. Nagyon. Ez a három gyakorlatilag. Ez a fő, igen. Ez a fő. Megy oda. Ezt úgy kell, hogy mindig fej fölé. Az újból, vagy a kezd csupi? Na, hát szerintem ez teljesen jó megy. Senior bajnokságban az van egyébként igen, nektek? Igen, igen, igen. Abban is ilyen országos vagy itt? Országos nincsen, ezt úgy oldjuk meg. Hopp, vigyázz! Az úgy van, hogy ugye a Magyar Röplabda Szövetségben van ilyen senior váltott, ahol a régi, tehát a mi öregek ugye 45-től pluszosok összeállnak, és akkor általában vagy olyan rendezvényeken, ami röplabdát akarjuk egy kicsit megmutatni, népszerűsíteni, akkor mi ott vagyunk. Mi nekünk ez saját költség, ugye erre nem áldozat a szövetség, viszont mi ott vagyunk, hogy segítsünk a szövetség felé, meg a röplabdás szeretők felé, mi ott vagyunk. Külföldi tornákat rendeznek, akkor mi oda is megyünk, senior váltottként, és akkor ugye korosztályokként, és akkor ott vagyunk, és akkor megyünk külföldre. Népszerűsítjük a magyar röplabdát. Válogatottunk most milyen szinten van szerinted? Annyi külföldi játékost hozunk be, amit ugye beszéltünk már, hogy lenyomják a magyar játékosokat. Aha. Hál' Istennek van 6-7 olyan váltott szintű játékos, aki külföldön tud még játszani, mert olyan teljesítménye van, viszont az meg kevés ahhoz, hogy egy váltottat fönntartson. Olyan szinten, hogy az óriási kontrakt van, itt Európán belül egy magyar röplabda és egy lengyel röplabda, egy olasz röplabda. Fényévekre vagyunk sajnos tőlük. Uh-huh. Őskor mikor volt? 80-as években talán? Hát az, igen. Ugye, tehát ez a 75 és 82-3, ott még ugye Buzekék, meg ők vitték a Prímet, de hát ugye az is elmúlt régen. Milyen hosszú a pálya? 18 méter hosszú. 18 méter? Igen. Tehát 9 méter az egyik. Nyitás ugye így van, megfogod. Hopp. És nyitod át. Júj. Várjál, még egyet mutass. Jó, még egy. Ah. Jó, tehát ez a földről nyitás. Ez a földről. Fönn nem megyünk most. Dani, gyere majd, légy szíves, jó? Meddig nyomod azért? Hát nyilván a cél az lenne, hogy háló fölött van. Háló fölött át kell, és minél laposabban, minél gyorsabban. Minél laposabban, minél gyorsabban. Tehát ennek az a lényege. Ó, a név, már kiszúrta magának, nagyon ügyes. Igen. Jó, tehát az a...
Gyors, lebegjen, az a nyílt. Na, hová várja? A földdobás sem minden... Magad elé kell dobni, mert magad elé. Ott fogod tudni megütni. Jajjaj, javítsd a hibát, Ferikém. Hát ilyenkor, ilyenkor nem mondom meg. Lámpalászás, figyelj meg annyi fiatal tehát gyerek, nézd, hogy... Tehát ha olyan van, hogy hálóat nyitjuk át, akkor a fiúknak van büntetés. Most azt nem tudom bemondani, mert olyan büntetés, hogy nem mondom. Ha még a hálót sem találom, ha nem alatt a fró. Próbáld meg fölfelejtni. Srácok, ne nézzetek! Na, ott van! Basszus! Tessék, jó? Na még egy. Köszönöm. Danika meg megmutatja, hogy a felugrásosítás, jó? Mert én azt már nem vállalom be melegítés nélkül. Mióta nyomod Dani a röpit? 5 éve. Ajajajaj, magam nem dobtam eléggé. 2-ből 1. Na, ott. Várjál, és itt is, hogy? Ezen a kemény részen kell megtalálni, és akkor és tolni a labdát egy kicsit. Nem így, meg összenek. Nem, mert akkor azt a vákumot természetesen nem fog elmenni a labdát. Ebben viszont tenyérről. Fú, legközelebb. Ha mögém dobtam. Magad elé kell dobni. Úgy, jó lesz. A háló az még határeset. Utolsó. És az a jó lehetőleg, hogyha középre vagy minél? Nem, helyre szoktuk nyitni. Helyre. Tehát megvan adva, hogy hova kell nyitni, azt én mutatom meccsen. Tényleg? Persze. Valami ugye, nagyon béna. Úgy nem utolsó. Hasonló, hogy nem megy át. Jó. Nem áll. De nem akarok itt aludni. Húha. Na, az jó. És akkor na. Dani bemutat egy felugrásos hitás. Nem, felugrásos. Felugrásos? Jó. Felugrásos, jó. Csak menjen a koma. Júristen! Hát ugye ez már egy fejlettebb része a röplabdának. Mekkora súlyemelésed? 1.30-at átugrjuk. Még egyet figyelj, ezt mutasd meg nekünk, mert lemaradtunk. Lélegzet elállítva. Hát ilyen sokkal gyorsabb, amikor mérkőzés sokkal keményebb. Danikám, gratulálok. Egy élet is kevés lesz, hogy így tudjak zerválni. Sok sikert neked, meg egy nagy magyar bajnokságot valamikor, valahol. Pedig én neked is köszönjük szépen. Köszönjük utolsó szépen, mondatok. Hogy meglátogattak minket. A levegőt kicsit rosszabbul szedem, hát mint az elején. Többet lejövök. De te mondom, nagyon jó paszba vagy, úgyhogy minél több senior meccset. Meg hát a fiúkkal egyszer a 2017-eset még lépjétek meg. Hát nagyon nehéz lesz, nem tudom mennyi esély van rá, de hát dolgozunk rajta. Ha nem is azt, mert az most már írtózatos sok pénz. Tehát aha. Én azt, hogy 200-300 millió kell most már ahhoz, hogy egy extraligás és bajnok csapatot tudjak csinálni. Uh-huh. Ezt nem hiszem, hogy én bármikor is lesz rá lehetőségem és megkapjam. Még egyszer, nem is ez a célom. Tehát tényleg nem ez a célom, az a célom, vagy célunk, ugye itt a Gábor Szabival az elnökkel, hogy a szolnoki gatodás fiúkat, vagy szolnoki gyerekeket próbáljuk erősíteni, és dolgoztatni, és legyen sikerélménye. Én bízom benne, hogy a főiskola is majd mellénk fog állni most már, és akkor aki ide akar jönni, tanulni és röplabdázni, akkor az tanulás, röplabda, aztán marad itt munkában, mert ugye ménele, és akkor itt marad nekünk, itt dolgozik, itt fog röplabdázni mellette. Lehet, hogy nem fogja tudni csinálni röplabdát, mert olyan munkája van, de akkor lehet, hogy lesz belőle egy vállalkozó, aki segít minket. Tehát nekünk nagyjából ez lenne a cél, és minél eredményesebben ettől függetlenül, minél eredményesebben azért, mert mindig az a cél az, hogy akkor fogja jól érezni magát, ha eredményes sikerélmény. És sikerélménye van. Nekünk ez a célunk, hogy ez megmaradjon, és ez megmaradjon. Ezért dolgozunk. De azt kívánom neked, hogy itt vagy 30 évet még nyomjál ilyen fiatalon. A feleségem is ugye szegény már, nem is tudom mióta vagyunk egyik, ó, te jó Isten, 86 óta. Aha. És ott minden áldott napom a röplabdával telik. Munka után, amikor ugye még lejössz 6-ról. Igen. Hát végzek ugye 17:30 a munkáim, mert utána aha. Még 7 órától jövök ide, 9:30-re hazaérek, úgyhogy nem biztos, hogy ez az én tisztelet. Én nekem a jó tisztelet, a feleségemet jobban kell, a Mónit jobban kell tisztelni, mert tényleg úgy nevelte fel a gyereket és a leányzót is, hogy rengeteg munkája volt benne, de hál' Istennek nagyon jó sikerült az is, úgyhogy
jó úton haladtunk is. Rengeteget segít, tehát rengeteget segít. Hát majd akkor az ez csak így megy. Unokázásnál majd ott már, ott már mindenképpen azt szeretném, hogy tényleg ott igen, az is tudom, hogy már nagyon várom. De hát ez majd a jövő. De gyerekek jó kezekben vannak, úgyhogy neked további sok sikert. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm szépen. Szervusztok. Köszönöm a lehetőséget.